Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kara 5 szakirányú továbbképzést hirdetett meg a következő tanévre, amelyekre augusztus 31-ig jelentkezhetnek a diplomások. Geoinformatikai, ipari robotizálási, pilóta nélküli légijárműüzemeltető, precíziós gazdálkodási vagy szervezetfejlesztő tréner szakokon tanulhatnak az érdeklődők. A másoddiplomás képzések tematikájukkal jól alkalmazkodnak a gazdasági szféra igényeihez, reagálnak a munkaerőpiac gyors változásaira, és gyakorlatias tudásanyagot adnak a jelentkezőknek. Ezek olyan képzések, amelyek egy alapdiplomára épülnek. Ha egy mérnöki alapdiplomája van valakinek, akkor szakmérnöki végzettséget szerezhet, ha más jellegű alapdiplomája van, akkor szakember végzettséget kap. Az egyik, az 5 közül a pilóta nélküli légijármű üzemeltető képzés, ez a legújabb képzésünk, ez most indul először. Rövidebb nevén ez a drónos képzés. A drónok üzemeltetésével kapcsolatban műszaki, jogi, gazdasági dolgokról tanulnak itt, aki ezt a képzést választja. A Kodolányi János Egyetem 30 szakirányú továbbképzési szakkal várja a már diplomás jelentkezőket, többek között pedagógiai, szociális, családvédelem, mentálhigiénia, HR, szakfordító, tolmács és az egyetem történetén először gestalt coach, konzulens és team coach területekre. A szakok döntő többsége online, otthonról is elvégezhető, amivel időt és pénzt is lehet spórolni. Pedagógusoknak akár 2,5 év alatt is elvégezhető online, közoktatási vezető és szakvizsga szakképesítést adó továbbképzések is elérhetőek. Amire mi fókuszálunk, az a pedagógus képzéseknek az elég nagy családja vagy területe. Ugye itt vannak szakvizsgát adó képzések, nagyon népszerű a közoktatás vezető szakvizsgát adó képzésünk, különböző területeken még a pedagógus szakvizsga, mint inkluzív nevelés, oktatástervezés és digitális tananyag fejlesztés, minőség és folyamatmenedzsment, mentor, pedagógus, csak hogy a legkurensebbeket emeljem ki. A meghirdetett szakirányú továbbképzésekre mind az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán, mind pedig a Kodolányi János Egyetemen augusztus 31-ig jelentkezhetnek a diplomások.